rendezik meg most már negyedik alkalommal ezt a rendezvényt. És a részletekről majd beavatja önöket a kormányzó asszony. Addig én pedig elmegyek is. Jó lenne! Nagyon fogadjátok szeretettel a tájszormányzó. És érezzétek jól magadokat ezen a napon, majd mindenről tájékoztat benned. Köszönöm. Szóval én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, az egy Star Wars nap visszatér, most már a negyedik alkalommal, ahogy a nagyúr is mondta, a visszatér nevet azért kapta, mert idén 40 éves a Jedi visszatér. Nagyon szép idő, és akkor elmondanám pár szóval, hogy mire lehet most számítani ezen a csodás jubileumi napon. Lesz beszélgetés Varga Dezső rendezővel, az egy... Hol mondtam? Majdnem mondta Star Wars-nak. A Vader fanfilmmel kapcsolatban várunk két neves szinkronszínész, Kerekes Józsefet és Barát István színpadra, egy nagyon jó beszélgetésre. Aztán Mészáros Árpi kollégám, az úr el fog bennünket kalózni a Halálcsillag kulisszái mögé, bemutatkozik a Hosshelp Egyesület. Nagyon fontos információkat hoztam a jelmezversenyen kapcsolatban, hogy aki szeretne jelentkezni a jelmezversenyre értékes ajándékokért, az még megteheti a jelentkezését délig, fönt a nagyteremben, az 501-es régiós tagjánál, illetve a lázadó légiós tagjánál, csak az 501-es légiós tagjánál, mert hogy a lázadó légiónál lehet jelentkezni a lázadó pilóta kiképzésre, a fénykardvívásra, de lehet jelentkezni rohamosztagos kiképzésre is az 501-es légiós standjánál. Tovább a programokból lesz egy nagyon jó beszélgetés a Jedi visszatérről, ez egy ilyen összefoglaló jubileumi áttekintő lesz. Aztán érkezik hozzánk Simon Zoltán, akinek fönn tudjátok megtekinteni a csodálatos kiállítását, és Futó Krisztián, aki a Boba Fettünk fog mesélni a jelmezének a rejtelmeiről. Az állandó programaink közt találhatóak a sisak és fegyver kiállítás, itt láthatjátok, bejöttetek a Lego kiállítás, a kis Jalát is meg fogjátok tudni találni, ő még nincs itt, de érkezik. Nagyon messze van ez a tatúja, azt kell, hogy mondjam. De te ezek ide értél, lehagyva őket, ugye? A bejárat a balkész felől találjátok a termet az árusokkal, mindenféle csodálatossággal, és a társas játékokat, illetve az armadát itt a lenti kis teremben. Az egész rendezvény ideje alatt a Kuckó Alapítványt fogjátok és fogjuk mi együtt támogatni. Ők árva gyerekeknek segítik az életét, hogy esetleg elkerülhessenek egy családhoz, és a mindennapjaikat így összevéve. Az ő dobozukat a bejáratnál fogjátok megtalálni. Innen is nagyon szépen köszönjük minden támogatásodokat feléjük. Nagyon fontos elmondanom, hogy az egész rendezvény ideje alatt nem hiába vannak kint a kordonok, mert hát, mint a múzeumban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, ez kifejezetten igaz a legapróbb kis dolgokra. Ha valamit meg szeretnétek közelebbről nézni, mindig kommunikáljatok az ott lévővel, a tulajdonossával vagy a felvigyázójára, és nagyon fontos, hogy a droidok is beletartoznak, akár kim vannak a kordonon kívül, akár nem, tehát nem simogató, droid simogató. Én is nagyon jó szórakozást kívánok az egész napra, én leszek a házigazdátok. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor a mindenkori segítőinket tudjátok ezzel megkeresni, megtalálni a kérdéseitekkel. A programok, előadások az ebben a teremben lesznek, a kiállításokat föntaláljátok az első emeleten. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!